Harmadik fejezet. A hegedű lecke még a régi lakásban történt. Azelőtt hepehúpás udvar köré épített egyemeletes házban laktunk. A főlépcsőt vörös fenyővel támasztották alá, a hátsó lépcsőnél macskák laktak. Átjáró ház volt. Mennyi tréfát tudtunk vele, amint csak mi nevettünk. Ha soká elmaradtam, a nagymama fakanállal várt az egyik kapunál. A kezét méregtől vörös arca fölé árnyékolta. Azelőtt én besúrrantam a másikon. És mire az aggodalomtól elkékülve megjött, már a leckéim mellett ültem. Kértem, hogy ne zavarjon a tanulásban. Anyánk is abban a régi házban nőtt fel. Négy testvérével kijárt a térre játszani. Volt forgókerék, köteleiről sikoltva lendült a magasba. Naponta fényesre csiszolták a réscsúzdát, fekve, csoportosan ülve és hasmánt. Nagymamától sok pofont kaptak a hazaszállított patináért. Ma már anyánk nem tesz ilyeneket. Nagymama mesélte, hogy lánykorában szelesen felugrott az asztalra, ha a testvéreinek elújságolt valamit. Ma már be kellene hozni a zsámolyt, és két oldalról támogatni. Még úgy is szédülne. Anyán kissé szédelgős. A metró mozgó lépcsőjén is kóvályog. Restelkedve mondogatja, hogy úgy érzi, minden inog, megbillen, vibrál. Legalább mi maradjunk nyugton, de felesleges vihoggal leülni a lépcsőre, ahogy Éva szokta. A régi mállóházat azóta lebontották. Összecsomagoltuk minden holminkat. Kongtak izgatottan rohangáló lépéseink, visszhangzott vidám kiabálásunk, aztán anyánkkal utoljára könyököltünk ki az ablakon. Csepergett az őszi eső. Költözéskor mindig esik, berengett anyánk. Honnan tudja az eső? Kérdezte Éva. Anyánk mosolygott. Talán értesítést kapott a tanácstól, mint mi. Olyan furcsának tűnt az egész. Ott volt ifjú asszony, a nagymama, térdet cseprő hullámos hajjal, aztán feltornyozta a homloka mögé. És jött sorra az öt gyerek. Részkilincses kapujából indultak minden vasárnap sétálni. A nagymama simára kefélte anyánk makrancos haját, egy szemfiát matrózruhába bújtatta, a legkisebbik csemete fehér játszót viselt. Anyánk rettentően utálta ezeket a sétákat, új ruhája mindig túl hosszú volt, hogy csak sokára nője ki, csak a körmehegye ért ki az ujjából. Öccse is bosszusan rugdalta a kavicsokat, s az se bánta, hogyha anyánk bokáját találta el. A kisebbek mindig összepiszkolódtak, mire az utolsót is keservesen felöltöztették, és lehetett előről kezdeni. Nagymama büszkén vonult, aztán megállt beszélgetni hasonlóan sétálgató mamákkal, és a gyerekek a háta mögül nyelvet öltöttek egymásra, meg szamárfület mutattak. Anyánk most már imád sétálni, minden este felugrik. Kiszelőztetem a fejem, kijön. Boldogan indulunk mind, csak a nagymama marad ülve. Ezek az esti nagy beszélgetések, néha ordítani kell a forgalom miatt. Anyánk azt szereti, ha Mari karol belé. Mari már tud karolni, én még nem. Az nem karomfogása, egész súlyommal lógok. Még a gebe is vagyok, akkor sem. Mire visszaérünk, majdnem leszakad az oldala, szemrehányóan dörzsölgeti. Már megtanulhattad volna. Tulajdonképpen már megtanultam, csak mindig elfelejtem. A régi házban sorra megérkeztünk mi is. Futottunk, aludtunk, veszekedtünk, és a nagymama főzött. Végig lépkedtem a régi szobákon, és nagyon furcsa volt, hogy ez az egész nem sokára nem lesz sehol. Levegő lesz a helyén, és én mégis mindörökre tudom, hová kell lépni a levegőben, hogy be ne üssem a lábam a kinyitott három rekamiénkba. Aztán más ház lesz a helyén, magasabb, erkélyes, új. És az új lakásban más emberek élnek, és én tudni fogom, hogyan kell ágaskodnom, hogy a polcomat elérjem. Ott lesz mindig számomra a nagymama nagy sötét ebédlőasztala is, horgolterítőjének Éva támaszkodik és hegedül, sértettel legörbül a szája. Mindig hallani fogom a rémes nyivákolást és a megkopott folyosón csattogva menekülő gyerek szandálunk zaját. Most szalakházban lakunk, ez csak 10 emeletes, a torony 16. Mi a negyediken kaptunk 3 szobás lakást, mind nagyon örültünk, leszámítva a nagymamát. Sosa lakott ilyen magasan, tériszonya lett, vezetni kellett, remegett, mert nem mert lenézni. A szobában leült, még akkor is kapaszkodott. Soha nem mehetek többé utcára, szipogta. Benézett a szomszéd, összeszedte magát. Tudja, a Sajdáék hol kaptak lakást? Kiabált ki. De az új házban senki nem ismerte Sajdáékat, akik a régi házban alattunk laktak. És 30 évig veszekedtek a nagymamával,
amiért eteti a galambokat, és ő rájuk hull az áldás. Majd Billyre szoktatom őket, felelt nagymama 30 évig harciasan. Mit tudnak ezek? Semmit nem tudnak, tünnyögte. Éva leült mellé, átölelte, nem szólt semmit. Nagymama mégis megnyugodott. Hol a televízió? Kérdezte már harciasan. Én nézni akarom. Apáéké lett egy szoba. A középső a miénk, a térenéző a nagymamáé. A televízió helye máig is változik. Apáékhoz került először, és mi körülültük. 10 perc múlva anyánk befogott füllel próbált dolgozatot javítani. Apa a kékesen derengő fényben számokat írt a műsorújság margójára, és keservesen betűzgette, mi pedig szaladgáltunk ki be. Arról anyánk hallani se akar, hogy a mi szobánkba kerüljön. Nagymama befogadta, de ha unta, angosan ásítozott, és néha a legizgalmasabb résznél kikapcsolta. Mindenki alommas aludni, én álmos vagyok. Azóta apa időnként készségesen átöleli a tévét, és máshova hurcolja. Leteszi a kijelölt helyen, s kérdőn tekint anyánkra. Anyánk felsóhajt. Attól tartok, itt lesz a legrosszabb helye. Talán tegyük a halba, tréfál apa. A hal eddig még egyik lakásunkhoz sem tartozott. A házban gyors lift jár, rögtön tudtuk kezelni, Éva is. Nagymama még mindig nem, százszor megmutattuk, pirosan igazgatta kontját, lámpalázasan susogja. Ha, leesik és benne szorulok. Még mindig ki tudott jönni. Most már kimer lépni az erkélyre is, lekiált az alattunk lakóknak. A maguk kedvéért majd Billyre szoktatom a galambokat. Anyánk szerint a nagymama akkor is etetné a galambokat, ha egyáltalán nem lennének. Ha, eltemettem a szegény férjemet, elment tőlem a 4 gyerekem. Tubi, 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 tubi. Apa hagyom a régi házat meg az újat is, mert hazajött apa. Elújságolta. Holnap péntek, aztán szombat, azután vasárnap. Izgatottan pislogtunk rá, és vártuk a folytatást. Mit szólnátok hozzá, ha a Balatonon töltenénk? Hurrá! Ezt ordibáltuk valamennyien. Július 13. A balatoni kirándulás érdekesen sikerült. Pénteken délután már Siófokon ugráltunk a házi néni kertjében, ahol mindig akadt számunkra hely. Samu, a fekete kutyájuk még mindig acsarkodva, vicsorítva, örjöngve örül, jókat hempergünk. Éva az idén sem mert közel jönni. Nem félek tőle, füllentette, de először távolabbról idomítom. A cocát is távolabbról idomította, főleg, hogy kiderült, megszokott a múlt héten a házából, és összetaposta a rózsákat. Gyönyörű, okos szépségem, dicsérte érte a házi néni. Mit számít pár rózsa, amíg ez ilyen szépen hízik? Te csipke rózsika, vakargattam a disznófülét. Csipke rózsika hálásan röfögött, nyomta hozzám az oldalát, majd kidőlt az oll. Éva még hátrább húzódott. Innen jobban látom, magyarázta. És anyánk felcsattanó hangon tisztázta, hogy nem majd mosok kezet, hanem most rögtön. A szomszédban, a kerítésen túl egy fiatalember állt, igen ismerős. Ferkó, ordítottam fel, ennyire kikupálódtál? Ferkó vigyorgott, morgott valamit és bámult. Követtem beszédes pillantását, amely marin pihent. Olyan vagy, mint a nyíló rózsa, mondta és elvörösödött, és rohanni kezdett a ház felé. Később a felborított vödröt a helyére állította. Reggel anyánk a lelkünkre kötötte. Az asztalnál és ülve fejezitek be a reggelit. Nem lehetett kibírni. Ennek ellenére a házi néni egészen nagy kakasa csak Éva vajas kenyerét csípte el. A nagy kakas futott vele, furcsán hátra dobálva a sárga lábait. Éva bömbölt, Mari vihogott. Anyánk szerint ez nem jó testvéri viselkedés. Marinak oda kellett volna adnia a maradék reggeliét, hogy abba hagyja a buta vihogást. Tüstént abba is hagyta. Neki adtam az enyémet, én nem szeretek enni. Annyi érdekesebbet lehet helyette csinálni. Délután jó testvérekhez illően Marival agyon akartuk csapni a kakast, de csak a nővéremnek sikerült eltalálni a lábát egy fával. El is törött. Díjnyertes állat, csopánkodott a házi néni. A díjnyertes állat megkapta megérdemelt jó testvéri büntetését. Anyánk megrémült, apa a kakasnak adott igazat, nagymama megkérdezte, mi lesz belőle, pörkölt lett galuskával. Éva kövérkönnyeket potyogtatott bele, és nem volt hajlandó enni a kakasból. Jöttem lett pörkölt, szipogta. Csupa könyvben úszó búzavirág kék szem lett az egész arca. Egyél galuskát, ez nem a te hibád, javasoltam. De nem evett, mert a galuska is kakasos.
Azonnal megeszed, kiabálta nagymama. Nem kell megennie, felelte anyánk. Mari sóváron várta a végeredményt. Én megeszem, ha Éva belebömbölt is. Este Éva az ágyban átölelte félfülűt, és sokáig értekezett vele. Nem lehetett érteni, csak az izgatott mással hangzók torlódtak a sötétben. Kiderült reggel, hogy más is történt. Mari ablakába valaki egy nagy csokor rózsát csempészett. A homokban tisztán látszott egy fiú szandálnyoma. A feldúlt rózsakert felől érkezett, s a kerítésnél ért véget. Látni lehetett a karcolásokat is, ahogyan átvetette magát a kerítésem. Ferkó jutott eszembe, ahogy Marit bámulja, s motyog, hogy olyan, mint a rózsa. Megölöm a gazembert, akárki is tette, lármazott a házinéni. Csak is a coca lehetett, néztem rá. Nem először csinálja, igaz? Ennek ellenére nem nagyon akarta elhinni, hogy szépséges kedvence kötötte a csokrot, s utána átmászott a kerítésen. Vasárnap délben cseperegni kezdett az eső, úgyhogy hazaindultunk. Mikor Pestre értünk, zuhogott istenesen. Kijöttünk a metró mélyéből, mintha dézsából öntenék. Sehol egy taxi, nézegetett apa. Tudtok is itt spórolni, vigyeztette a nagymama. Kinyitotta az esernyőjét, és nekivágott. Nem vagyunk cukorból. Levettem a cipőmet, és elegánsan a karomra akasztottam, mire Éva is. Nevetve végig tocsogtunk minden útba eső tócsát. Szerencsére akadt elég. Mari következett a menetben, kapott a házinénitől kóstolót, hurkát, házi kenyeret, töpörtyűt. Becsomagolt egy dobozba, amely előzőleg csipkerózsikáé volt, piros betűkkel virított rajta. Minden sertés tudja jól, legjobb tápa. A többi letépődött. Végig énekeltük az utat. Minden sertés csalafinta, legjobb tápa palacsinta. Apa a nagy összecsukható ernyő alá görnyett, anyánk belékarolt, alig ért a válláig, kis cipője óvatosan kerülgette a vizet. Apa fényesen mulatott, ránk kacsintva újabb csínyekre bíztatott. Anyánk úgy vélte, hogy pompás költeményünket bőven elég volt 30-szor egymás után végig élvezni. Úgy se tudtunk már a nevetéstől egy hangot se kinyögni. Ahogy befordultunk a sarkon, Mari megtorpant. Kikukkantottam, és nagymamát láttam, amint erélyesen rázogatja ernyőjét a kapu eresze alatt. Valakivel beszélget. Tiborral beszélgetett. Tibor sötétkék ünnepi öltönyt viselt, fehér inget, sejem nyakkendőt, kényesre fényesített cipőt. Összecsukott ernyő szorongatott a kezében. Marinak török szeme van, ezt anyánk mondta. Nagy fekete, mélázó pillantású. A gyerekek szerint Mari úgy pislog, mint a béka. Török szempillantás, kreol bőr. Most sápatnak látszott. Mihez kezdjek? Nyögte. Szerintem remekül festett. Fején a dobozt egyensúlyozta. Minden sertés tudja jól, hajából csurgott a víz. Saruját már ő is kézben hozta. Katonatarisznyájából üde rózsák illatoztak. Nincs veszve semmi sors alatt, ki el nem csükkedett. Hívtam fel figyelmét a költő megható szavaira. Szerintem szép pár vagytok, vihogott Éva. Úgy kell tennünk, mintha nem is lenne semmi, ordítottam, mintha ez lenne a világon a legtermészetesebb, ahogyan mi hazaérkezünk. Marinak jobb hián tetszett az ötlet. De mit mondjak neki? Törtem a fejemet, ki a legilledelmesebb a családban? Ki ad leginkább az etiketre? Lili néni. Mondd azt. Pá, kedvesem. Mari vállat vont, vigyorgott, kilépett a sarok mögül. Mi Évával futottunk előre. Mérjük végig Tibort nagy meglepetéssel, amiért cipő van a lábán, jó? Lihegtem. De Tibort leginkább Mari érdekelte. Onnan jövünk, ahol a kakasok is vajas kenyeret reggeliznek. Kezdtem a csevegést, mert Marinak valahogy nem eredt meg a szava. És ne légy féltékeny a rózsacsokor miatt. A nővérem egy sertéstől kapta. Úgy hívják Csipke Rózsika. Éva is társalgott Tiborral. Ha ráérsz, majd csukd be a szád. Marinak is megjött a hangja. Pá, kedves, mi van? Két tegnapi mozi jegy, mondta rekedten Tibor. Mi már régen a kádban áztunk, mire Mari előkerült. Szinte teljesen megszikkadt, hozta a dobozt, minden sertést tudja jól. A sarkánál feltépve hiányzott belőle egy marék töpörtyű, meg a kenyér bele. Mari lépdelt befelé, maflán vigyorgott, és semmi magyarázattal nem szolgált. Július 14. Ahhoz képest, hogy testvérek vagyunk, nem veszekszünk sokat. Csak ha kitalálunk valami meredek butaságot. Egyszer Mari kitalálta, hogyha férjhez megy, mindent elvisz magával.
Mi kisebbek vagyunk, később megyünk férjhez, nekünk nem hagy semmit. Akkor este ágyba bújtam, fejemre húztam a takarót, és a sötétben titkos terveket kovácsoltam, hogyan kaparinthatok meg mégis mindent én. Aztán elfelejtettük az egészet. Anyánkkal egyetértünk, verekedni helytelen. De ha lihegve és röhögve leszorítom Évát a rekaméjére, és ő kalimpál a lábával, az nem verekedés, csak megbeszélés. Ha Mari belekap a hajamba, és megállás nélkül visít, az azért van, mert hörcsög. Mari csípni is szokott. Jó nagyokat. Éva karmol. Harapni úgysem lehet, mert mindegyikünk hamar észreveszi a szándékot. De verekedni nagyon ritkán szoktunk. Ha anyánk meglátja, mérgesen ránk szól. Tessék azonnal abba hagyni. Nem lehet. Éva hátracsavart karját csak akkor engedhetem el, ha előbb békésen és közösen megegyezünk. Szabadon ereztem, de nem tépi össze a képes lapjaimat. Mari elengedi a hajamat, ha több lapot nem szedek ki a füzetéből. Anyánk szerint ők sosem belekedtek. Ha! Vigyorog a nagymama. Add be javítatni a memóriádat. Július 15. A következőket anyánk diktálta. 1. Tanuljuk meg végre, hogy lányok vagyunk, nem illik hanyat fekve társalogni. 2. Tanuljunk meg leülni, és nem a karszékbe zuhanni, de nem is magunk köré csavart lábbal, hanem a térdünkön könyökölve, és egyik lábunkat a másikon hintáztatva. 3. Pohár vizet úgy behozni, hogy ki ne ömöljön. 4. Morgás helyett tisztességesen köszönni. 5. Előbb gondolkozni, aztán beszélni. 6. Udvariasnak lenni, egymáshoz is. Nem kerül pénzbe, a nagymamához is, akkor is, ha anyánk nincs itthon. 7. Meg kell tanulnunk ajtót becsukni, betenni kézzel, és nem a könyökünkkel, nem páros térddel, nem a cipőtalpunkkal. 8. Akárhányszor hazajövünk, annyiszor kell lábat törölni. Az nem járja, hogy nekifutásból röhögve átugorjuk a lábtörlőt. Külön nekem szólnak az alábbi sorok. Éppen itt az ideje, hogy 11 éves koromra végre összeszedjem magam, és nekem nem szabad olyan görnyette járnom, mint apának. Én még taknyos vagyok, és nem ordítva, ugrálva berontani a vendégekhez. Csak akkor nevessenek rajtam, ha én akarom, és nem azért komédiázni, mert már úgy is kinevetnek. Ez anyánk szerint helytelen. Az iskolában engem mindig kinevetnek a gyerekek. Trallala! Ezen nem lehet változtatni. A nagyság kötelez. Én vagyok az osztálybohóca. Július 16. Anyánk szerint a nagymama több tapintatot érdemelne, amiért ingyen főz, most takarít és veszködik 3 lehetetlen gyerekkel. És több tapintatot érdemelne Mari is, már nagylány, és ezt tiszteletben kell tartani. Tibor az ő magánügye, Évával ne lógjunk mindig a nyakukon. Nem kényszer a tortaevés. Évával szemrehányóan elmentünk sétálni. Egész idő alatt azon morgolódtunk, hogy pont mi ketten nem érdemlünk tapintatot. Szerintem Éva is több tapintatot kívánna, mert a jövő héten jön velem táborba. Először életében. Ahogy közeledik az indulás, úgy ugrálok én mindig boldogabban, úgy húzódik Éva egyre gyakrabban anyánkhoz. Szerintem óriás nagy búcsúzkodás lesz Éva részéről. Bömböléssel. Július 20. A kisasszony hősiesen viselkedik. Nem ülhetsz mindig a szoknyámon. Anyánk bátorítóan megsimogatta Évát, amikor beszállt a buszba. Külön járat, ráírva oldalára apa vállalatának neve, meg a végcél, Börzsöny. Tudom, csak búcsúzkodom, felelte Éva. Addig bámulta anyánkat a buszablakából, amíg csak látszott. Aztán erősen megfogta a kezem. Egy 8 éves vénló nem bőket, vertem biztatóan hátba. Aztán néztem a tájat, és hallgattam a zsinatolást. Arra eszméltem, hogy ott áll Éva tanítónénie, és mosolyog. Bíz rám nyugodtan a kis testvéredet. Örökké szorongatja a mancsomat. Éva álnokú grimaszolt. Igen? A kicsik másutt alszanak, és másutt tesznek. Kíváncsi leszek, mit szól hozzá a kisasszony.